Köszöntöm Önöket, Bógyarák Anikó vagyok. Az lehet a mostani választásnak a tétje, hogy 2026-ban Orbán Viktor kihívója Magyar Péter lehet-e. Ezt mondja Nagy Attila Tibor politológus, meg sok minden mástől le fogunk beszélgetni. És Tüttő Katával is, aki az MSZP-EP lista vezetője. Ő úgy fogalmazott, hogy Magyar Péternek nincs keresnivalója a fővárosban, és hogyha ő kell igazából egy kormányváltáshoz, akkor megtámogatják baloldalról. Tartsanak velünk! Tüttő Kata a vendégem, az MSZP-EP lista vezetője. Köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm a meghívást. Megy Tüttő Kata Brüsszelbe? Megyek. Ez a tervem, ezért vállaltam el ezt a szerepet az MSZP lista vezetőjeként, hogy tudjak valami hasznosat tenni a városomért is, az országomért is, más önkormányzatokért is, meg a nőkért. Az utóbbi időben nyilván számtalan kutatás jelent meg, és majd erről is fogunk beszélgetni, hogy az úgynevezett Magyar Péter jelenség mit bolygat meg, meg mit nem. De van egy összefogás. Ennek mi a lényege? Ugye pont egy ilyen hely, szoktam mondani, nagyon magas az entrópiája ennek a magyar belpolitikának, nagyon-nagyon sok szereplős, és azért néha ebből az az érzése az embernek, hogy ebből a rendezetlenségből hogy tud lenni jó kormányzás. Mert ugye a nap végén az ember nem önmagában ellenzéki párt, meg nem azért indulunk a választáson, hogy induljunk, hanem azért, hogy vezessük a saját közösségeinket, ugye ezért indulunk a választáson, nem azért, hogy csak úgy legyünk. Ugye önkormányzati választás is van, európai választás is, mi ezért könnyen megtaláljuk az összefüggést, főleg én, akinek mindkét lába van, ez az európai, meg az önkormányzati lába. Tehát azért indulunk, hogy a közösségeinket vezetni tudjuk, hogy egy másik típusú kormányzat mutassunk az önkormányzatokon keresztül. Ezt egy ilyen széttagolt politikai helyzetben, ahol ennyi ellenzéki párt van, ezt egy stabil szövetségesi rendszerrel lehet közelíteni. Sehogy máshogy nem lehet. Mert ugye a nap végén meg kell csinálni dolgokat. Mert lehet sok mindent mondani, az ember bármit leírhat egy választási programba, az a kérdés, hogy a nap végén mit csinál, és mindig ez a kérdés. Nem az, hogy mit mond. És ugye ilyen szempontból az elmúlt 5 évünk Budapesten ez erről szólt, hogy megmutattuk, hogy tudunk együtt közösséget vezetni. Egy sokszínű koalíció, aki még sose dolgozott ebben a felállásban együtt, és hogy megcsináltuk azt, amire vállalkoztunk. Megmutattuk azt, hogy hogy közelítünk válságokat, mert az egy dolog, amit az ember ígér, aztán jön egy csomó váratlan helyzet, és az a kérdés, hogy egy váratlan helyzetben az ember mit választ, kit véd, jön egy Covid, akkor kit védünk, felelősséget vállalunk-e, milyen szerepeket vállalunk föl, amikor választani kell, hogy egy kormány azt mondja, hogy kínai magánegyetem, akkor mi azt mondjuk mellé, hogy lakhatási válság van, és az itt élők lakhatásával kell foglalkozni. Tehát kormányzás. Mit csináltunk? Létrehoztunk egy szövetséget, egy olyan szövetséget, egy szociáldemokrata zöld szövetséget, amiben egyébként is kormányzunk településeket. Több települést is ez a szövetség kormányoz, és ebben azért szoktam Budapestet felhozni példaként, mert azért mégiscsak ha a közlekedést, vízügyeket, csatornát, hulladékot nézem, akkor itt azért több mint 2 millió ember élete az, amit befolyásol az, hogy ki vezeti Budapestet. És ez a Szociáldemokrata Zöld Szövetség az elmúlt 5 évben adott nagyon sok más választ, mint a magyar kormány, és stabilan vezette ezt a közösséget. Ezt akarjuk továbbvinni más önkormányzatokra, aztán Magyarország vezetésére. No igen, akkor beszéljünk külön az EP jelöltségről, hiszen akkor annak köszönhető, hogy összeállt ez a közös lista, Tüttő Kata az 5. helyen igen. van. Ezért indítottam onnan a kérdést, hogy Tüttő Kata vajon mehet-e, meg megye Brüsszelbe, hiszen a Magyar Péter jelenség úgy tűnik, hogy ebbe is beleszólt, és hogy ha a felmérésekre hagyatkozunk, akkor egyáltalán nem biztos, hogy meg lesz az az 5. hely. Érdekes ez a közelítés, de én sosem így gondolkozom. Ugye biztos a politikai elemzőknek a dolga az, hogy ezzel foglalkozzon. Én meg csinálom a dolgomat, amiről azt gondolom, hogy helyes. És majd június 9-én eldöntik a választók, hogy mit szeretnének. Miben akarnak változást, mi az a stabilitás, ami szerintük szükséges ahhoz, hogy egy közösséget lehessen vezetni, és hogy kinek üzennek egyébként június 9-én. A mi szavazóink, az ellenzéki szavazók, kormányváltást szeretnének. Azt akarják, hogy kiszabadítsuk Magyarországot a nemzeti együttműködés rendszeréből. Alapjába véve ez az, amit a választóink szeretnének. Mi kell ehhez? Ehhez az kell, hogy több szavazónk legyen, mint a Fidesznek. Hogy lesz több szavazónk, mint a Fidesznek?
Látjuk, hogy a bal oldalon van egy szavazó tömeg, aki már nagyon régóta elkötelezett abban, hogy lebontsuk ezt a rendszert, és így kiszabadítsuk Magyarországot ebből. De ez kevés. Ha Magyar Péter és azt csinálja, amit mond, és tényleg azt gondolja, amit mond, és ugyanúgy szeretné Magyarországot kiszabadítani a nemzeti együttműködés rendszeréből, akkor neki a jobboldali szavazókért kell megküzdenie. Én ugye ezt úgy közelítem, hogy ahogy Budapesten a Fidesz két főpolgármester jelöltet állított, hogy az európai parlamenti választáson is a Fidesz kettő listával indul. Az egyik Orbán Viktorral, a másik pedig Orbán Viktor nélkül. De itt az ideje, csak ezt nem nekem kell megüzenni a Fidesz szavazóknak, ezt üzenje meg Magyar Péter, hogyha változtatni akarnak a Fidesz politikáján, és elegük van a nemzeti pénzszivattyúból, akkor itt az ideje, hogy a Fidesz szavazók üzenjenek a saját pártjuknak, hogy ebből elég volt. De akkor Magyar Péternek nincs dolga a baloldali szavazókkal, mi azokat elvisszük szavazni most is, és elvisszük 2026-ban is, hogy kiszabadítsuk az országot. Magyar Péterrel a jobboldali szavazóknak van dolga, nem a mi szavazóinknak. És akkor lesz ebből kormányváltás, akkor fogjuk lebontani ezt a pénzszivattyúzásra kiépített rendszert, ha mindenki a maga dolgát végzi. Két kérdés merül fel bennem nyilván rögtön ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy ha a közvéleménykutatásokat nézzük, akkor bizony jócskán, vagy leginkább ellenzéki szavazókat gyűjt maga köré Magyar Péter, vagy ők értenek egyet az ő törekvésével. Nagyrészt a szociológusok, elemzők szerint azért, mert kiábrándultak a jelenlegi ellenzékből is ezek a potenciális szavazók. Ez az egyik kérdésem, hogy erről mi a véleményed. A másik pedig az, hogy ha igazából egy a cél, akkor te személy szerint látsz arra lehetőséget, hogy a nap végén egy szövetség legyen Magyar Péterrel? Én Magyar Pétert még mindig úgy közelítem, ahogy 2 hónappal ezelőtt. Ezt a példát mondtam akkor is, és most is tartom magamat ehhez. Magyar Péter a számomra olyan, mint egy olyan ismeretlen vegyület, aminek a forrása kétes, hiszen tudjuk, hogy honnan érkezett. A csomagolása izgalmas. Most már címkére rá van írva, hogy mindenre is jó, de fogalmunk sincs, hogy hogy működik. Tehát én még mindig úgy vagyok ezzel, hogy én nem tudom, ki ez az ember, és nem tudom, mit csinál. Mond nagyon sok mindent, olyanokat mond, mint Kunhalmi Ágnes az elmúlt 5 évben, pontosan szó szerint, meg mint más MSZP-s politikusok, de közben azt mondja magáról, hogy neki rendben van a Fidesz, hogy ő egy jobboldali politikus, akkor neki a jobb oldalon van dolga. Tehát ha ő kormányváltást akar, ha ő ki akarja szabadítani Magyarországot ebből a fogságból, akkor neki a jobboldali szavazókkal van dolga, és a jobboldali szavazóknak vele. Akkor nem a bal oldalon van dolga, mert ugye azzal megint nem kerülünk előrébb a kormányváltáshoz. Tehát azért az az abszurd helyzet, hogy baloldali EP-s szavazatokból az Európai Néppártba kerüljenek képviselők. Tudom, hogy ez itthon nem számít annyira izgalmas kérdésnek, de ugye ő azt mondja, hogy a mi szavazóink támogassák az ő jelöltjeit, akik be fognak ülni nem az Európai Szocialista Pártba, hanem az Európai Néppártba. Ezzel, ez egyrésztről nem tisztességes a mi szavazóinkkal szemben, másrésztről meg nem visz közelebb a kormányváltáshoz. Nem tudom megmondani, hogy együtt lehet-e vele működni, hiszen tudjuk, mit csinál. Ha ő nem a Fideszen belül akar váltást, és nem abba az... Nem, ugye, mit csinált a Fidesz? Rögtön áttolta ott a baloldalra. Meglátta a Fidesz ezt a jelenséget, gondolkozott, értelmezett, azt mondta, hogy létrejött egy új erőtér, és izomból átküldte őt a baloldalra. De nem itt van dolga. Mert ha ő így gyűjt szavazókat, akkor a Fidesz rendszere megmarad. Ha ő ezt a rendszert akarja lebontani, akkor neki ellent kell tartania. Mi segítünk, mi megtoljuk balról, de neki ott van dolga a jobboldali szavazókkal, és szerintem a Fidesz megtéved, az elemzésekkel azért nem foglalkozom. Egyrésztről nem vagyok politikai elemző, másrésztről annyira nagy a bizonytalanság,
hogy nagyon nehéz megmondani, és néhány hét alatt is változik nagyon sok minden, és nem ülepedett még le a szavazóinkban sem az, hogy mi történik. Tehát idő kell. Nem tudjuk, hogy ki hova szavaz. Azt tudjuk, hogy akkor tudjuk Magyarországot kiszabadítani, ha több szavazónk van az ellenzéknek sokkal, mint Orbán Viktornak. És ha, aki ezt a rendszert meg akarja változtatni, annak arra kell törekedni, hogy több szavazónk legyen. Az, hogy megtoljuk balról, az egyben azt is jelenti számomra, hogy nem zárható ki egy esetleges szövetség, hogyha arról van szó. De ugye most szövetségről beszélni, amikor arról beszélünk, hogy neki a Fideszen belül van dolga, arról beszélünk, hogy és én úgy közelítem, hogy ez akkor működik, ha a Fidesz két listával indul a választáson, és a Fidesz szavazók a saját rendszerükben üzennek, hogy nem jó az irány, és kicsit sok volt a Tiborcz, meg sok volt a Mészáros, meg sok volt a Szélászló, meg sok volt a Jakt. Tudnak üzenni most a rendszeren belül? Tegyék meg. De ezzel a mi szavazóinknak nincsen dolga. Ha ez megtörténik, és újra kell építeni a demokráciát Magyarországon, szoktam mondani, az nem egy egyemberes feladat. A kormányzás egy nehéz műfaj. Fel is kell rá készülni, nem megy egyedül, az nem egy sprint, az egy maraton, és mindenkire szükség van hozzá. De azért nem tartunk még itt. Nézzük meg, ez a feladatunk most, hogy többen legyünk. Te valaha egyébként beszéltél vele, vagy találkoztál? Nem ismerem. Dobrev Klára, ugye, szövetséges, úgy fogalmazott, hogy ő mérges Magyar Péterre, mert ugye például olyan önkormányzatoknál is indít esetleges jelöltet, ami a DK-t, illetve az ellenzéket veszélyezteti. Nem a DK-t veszélyezteti. Budapestet kiszabadítottuk 2019-ben, a kerületek többségét. És ugye ez nem arról szól, csak ezt szoktam elmondani, nem arról szól, hogy ki vezet egy adott települést, hanem megmutattuk, hogy tudjuk egészen másképp vezetni, mint a magyar kormány. És ezt most az összes válságban mutattunk egy másik utat. Bérmegállapodásban, érdekegyeztetésben, a rabszolgatörvény elutasításában, a közszolgáltatások védelmében, vízügyekben, zöldben. Ugye? Tehát szoktam mondani, mit csináltak? Ők lezárták a Balatonpartot, mi meg megnyitottuk a rakpartot. Ugye ők kivágják a nádast a Fertőtónál, mi meg létrehoztunk több mint 200 hektár természetvédelmi területet. Ők azt mondták, hogy több stadion kell, meg több férőhely a stadionban, mi meg azt mondjuk, hogy sokkal kevesebb, rövidebb várólistát szeretnénk. Ugye erről szól az egészséges Budapest program. Ugye látjuk az ő nagyon izgalmas Európai Uniós pénzből megvalósított büntetett beruházásait, a lombkorona nélküli tanösvény, a víz nélküli tó, mi meg mire költöttük az Európai Uniós pénzeket. A legnagyobb forgalmú vasút felújítására, hármas metróra, árvízvédelemre, ivóvízre, körforgásos gazdaságra, természetvédelemre. Nem értem, hogy mi dolga van Magyar Péternek Budapesten. Tüttő Kata azt ígéri, hogyha kijut az EP-be, akkor például hazahozza az uniós pénzeket. Egyrészt ezt hogyan, másrészt mit ígér még Tüttő Kata? Az egyik legfontosabb. Ugye miért látom? Hát ugye nekem ez a mindennapos valóságom. Az önkormányzatban, városüzemeltetésben, városfejlesztésben, hogy mivel a mi pénzünket, az mi adónkat a magyar kormány gyakorlatilag egy az egybe elvonja, de nem csak Budapestét, az összes önkormányzat gyakorlatilag ma ott tart Magyarországon, hogy saját fejlesztési forrása nincsen. Mindegy, hogy melyik, ugye járok körbe az országban, nem csak már, most már egy jó ideje, akár egy polgármesterrel beszélgettem, Miskolc, Pécs, Salgótarján, Kazinc, Barcika, Szombathely, Nyírbátor, mindenki európai uniós forrásokból fejleszt. Nem most, az elmúlt évtizedben. Minden, ami épül. Legyen szó bölcsödéről, az óvodáról, a hőszigetelésről, az utakról. Az utakat európai uniós pénzből építjük. Egészen abszurd. Mert ugye a saját pénzünket a kormány mind magához vonja, és lesz belőle jakt, meg lesz belőle 9 milliárd forint per kilométer autópálya, meg lesz belőle Vodafone, meg reptér. Ez lesz a mi pénzünkből. És ilyen mit csinálunk? Mi az önkormányzatok? Európai Uniós pénzből építünk mindent. És ezeket a pénzeket függesztették föl részben a miniszterelnök miatt. És ugye ebben zajlik egy vita Magyarország és az Európai Unió között, magyar kormány vállalt egy csomó mindent, amit nem teljesít,
Csak ugye én ebben azt képviselem, és arról beszélek a saját pártomban, az Európai Szocialista Pártban, ahol Európai Uniós biztosok vannak, hogy ezzel nem segítik a magyar demokrácia ügyét. Tehát ugye én mindent értek, de ha nem érkeznek meg ezek a források, amik ugye nem általában pénz, hanem konkrét programokhoz kapcsolódnak. Tehát ami most ebben a fejlesztési ciklusban pénz nem érkezik, azokról már eldöntöttük, hogy mire költenénk. Tehát ez nem általában érkezne Magyarországra az önkormányzatokhoz, hanem konkrétan érkezne meghatározott utakra, konkrétan érkezne árvízvédelemre. Megvan már, hogy pontos a római part, Észak-Pest árvízvédelme. Villamost vásárolnánk belőle, villamosint építenénk belőle, az egyes metrónak a meghosszabbítását terveznénk meg belőle, menne ebből hulladékra, természetvédelemre, tehát konkrétan megvan, hogy mire menne. Jól is költjük el ezeket a pénzeket, nem csak Budapest, a többi nagyváros is ezeket a pénzeket jól költi, ugyanis amit nem költünk el jól, azokat az Európai Unió mind visszaköveteli. Tehát ha ezek a pénzek nem érkeznek meg, akkor még jobban leszakad Magyarország. És az Európai Uniónak nem érdeke. Az önkormányzatok nagyon fontos demokrácia tartalékai Magyarországnak. Ha nem tudjuk őket megmenteni, részben azzal, hogy kiszabadítjuk őket a NER-ből, és őrzünk olyan hagyományokat az emlékezetünkben, hogy hogy kell működni egy demokráciának, mert ha valaki nem látott demokráciát működni, és nem működtetett egy demokráciát, arról ne gondoljuk azt, hogy a semmiből azt újra fogja tudni építeni. Tehát én azt képviselem itthon is, az Európai Szocialista Pártban is, azt fogom az Európai Parlamentben is képviselni, hogy azokat a kohéziós forrásokat, amik az önkormányzatokhoz érkeznének, ezek érkezzenek meg mind. Mert egyébként jól vannak elköltve, és sokkal nagyobb kár az Európai Unió egészének, ha ezek nem érkeznek meg. Tehát a pénz ez a legfontosabb. Ugye az MSZP kormány vitte be Magyarországot az Európai Unióba, és dolgunk van azzal, hogy benne is tartsuk Magyarországot. Nekem is dolgom van vele, az Európai Szocialisták Közösségének is dolga van ezzel, hogy Magyarország ne leszakadjon, ez a szakadék ne nőjön, hogy Magyarországnak legyenek barátai. Ugye Budapestnek sok barátja van az Európai Unióban, nyilván ezeket a barátságokat tovább kell építeni az Európai Parlamentben is. Egy példát ki Budapest barátja. Az Európai Unióban. Ugye a régiók bizottságában nekünk sok ilyen barátunk. Hát tudom mondani például Andalúzia, ez egy erős régió, 9 millió ember tartozik oda, annak a kormányzója, nekem tagtársam a régiók bizottságában. Mi együtt dolgozunk, ő az Európai Néppártba tartozik, én az Európai Szocialista Pártba tartozom. Varsó főpolgármesterével, aki szintén néppárti, tehát nem Európai Szocialista, néppárti, most közösen viszünk egy előterjesztést, ami megy az Európai Parlament elé, megy az Európai Bizottsághoz. Ez pont a városaink klímastratégia, élővilág sokfélesége, fenntartható fejlődési célok megvalósításához kapcsolódó pénzekről szól. És közösen visszük Varsóba. De hát azért majdnem az összes európai nagyváros ilyen szempontból, ugye? Én támogattam Barcelona, meg most már mostanra megválasztott főpolgármesterét, tehát hogy a nagyvárosokkal van egy nagyon jó munkakapcsolatunk, nem tisztán diplomáciai kapcsolat, ezt hiszem pont erről szól a régiók bizottsága, hogy gyakorlatilag az összes európai régióval van kapcsolat, függetlenül attól, ki milyen párthoz tartozik. És ezek a barátok, ez az élmény, hogy Magyarország nem csak Orbán Viktorból áll, erre ma szükség van. Azt szerintem innentől, vagy innen nézve érthető, hogy egyébként azt, hogy ön, vagy te, bocsánat, a városüzemeltetésért felelős főpolgármester helyettes vagy, azt hogyan tudnád kamatoztatni mondjuk egy uniós közegben, de visszafele mondjuk, hogy működik, hogyha te kijutsz az Európai Unióba képviselőként, akkor ki fogja pótolni Tüttő Katát a fővárosban? Senki se pótolhatatlan. Az ember ezt tanulja meg a politikában, tehát, hogy nyilván én nem csak az elmúlt 5 évben, de ugye nekem van egy 20 éves múltam a fővárosi önkormányzattal, Budapesttel. Mindenki pótolható. De ugye én ezt sose hagyom el a városomat, olyan értelemben, hogy én az a munka, amit itt csináltam,
Nem is lehet ettől elszakadni, nyilván a napi munkától persze muszáj lesz. De pont ezt a valóságot akarom bevinni az Európai Parlamentbe. Mit jelent ez? Van egy csomó közös, ambiciózus célt fogalmaztak meg a tagállamok. Legfontosabb szerintem ilyen ez a klímasemlegesség ügy, amivel sokat foglalkoztam. 2050-ig eldöntötték a tagállamok együtt, tehát nem gonosz Brüsszel, hanem az összes tagállam együtt eldöntötte, hogy 2050-re klímasemlegesnek kell lenni a kontinensnek. Széndioxid kibocsátás csökkentésben, saját magunk termeljük meg az energiát, amit megtermelünk, az legyen amennyire lehet tiszta forrás, alkalmazkodjunk a megváltozott körülményekhez, ez mindenkit érint, ez mindenkinek óriási probléma. Na most, ugye nekünk kell a nagy részét ezeknek végrehajtani, a városoknak, az önkormányzatoknak. Tehát amikor arról szól, hogy legyen tisztább a közösségi közlekedés, épületek, hűtése, fűtése, árnyékolás, ivóvízzel kapcsolatos összes probléma, csapadékvízzel kapcsolatos összes probléma, hulladékkal kapcsolatos összes probléma, hogy ne lerakjuk, hanem hasznosítsuk. Na, ezeket nekünk kell megcsinálni. És egyrészt, hogy születik rengeteg végtelen ambiciózus cél az egyik oldalon, a másrészt, hogy meg ott vagyunk mi a városok a másik felén, és lehetetlennek tűnik végrehajtani. És ugye azért jó olyan embereket bevinni az európai döntéshozatalba, akik ültek a végrehajtási oldalon, hogy megoldják szinte a lehetetlent, mert mi abban tudunk segíteni, hogy nem azt mondjuk, hogy ez lehetetlen, hanem hogy találunk utat, mert mi találunk utat. Erről szól ez a 100 klímasemleges városprogram, ezek a polgármesterek találnak utat, de kell hozzá döntési szabadság, kell hozzá finanszírozás, tehát pénz mindenképpen kell hozzá, és kell hozzá hatalom is. Tehát az a típusú önálló döntéshozat, én erre mondom mindig azt az Európai Unióban most is, hogy oké, kitűztük a célt együtt, de az utat nekem ne tessék kivágni, mert az az út nekem nem lesz jó. Hagy vágjam meg a saját utamat, ami az én városomnak, az én közösségemnek, annak a teherbíró képessége, annak a sebességének megfelelő. Mert nem egy út vezet ahhoz a csúcshoz. Tehát nem kell megmondani, hogy mindenki most akkor elektromos buszt vegyen. Mert butaság. Mindenki össze tudja rakni a maga mixét. Hát tele vagyunk, nagyon ambiciózus, nagyon képességes vezetőkkel az európai nagyvárosokba. Ezért mondom mindig azt, amikor erősebb Európai Unióról beszélünk, akkor az nekem nem több Brüsszelt jelent, hanem erősebb önkormányzatokat. Amikor a magyar kormány hisztizik azon, hogy neki nincs szuverenitása, akkor azért nem hiszem el egy szavát se, hogy ezt komolyan gondolja, mert csak a saját hatalmáról beszél, hiszen ha hinne bármiféle szuverenitási elvbe, akkor nem pusztítaná el az önkormányzatokat. Tehát ő azt mondja a magyar kormány, hogy neki sérték a szuverenitását, miközben tőlünk, budapestiektől elvette az összes pénzünket, elveszi a területünket, elveszi a hatáskörünket, azt épít a városunkba, amit akar. Hát én is szeretném visszakapni a városainknak az önállóságát. De nem azért, hogy nekem legyen, hanem akkor leszünk képesek értelmes utat találni a közösségünk számára. Tudtok, Hata. Köszönöm. Köszönöm. Nagy Attila Tibor politikai elemző a vendégem, köszönöm, hogy ismét itt vagy. Köszönöm szépen a lehetőséget. Megy a kampány, most már egyre erősebben, egyre több közvéleménykutatás lát napvilágot, kedden rögzítjük ezt a beszélgetést. Most például a Publikuszi az egyik legfrissebb, majd erről is foglak kérdezni, hogy mi a véleményed. De egyre többen tippelnek egyébként a Publikusz felmérésben is, meg egyébként is, hogy ki áll Magyar Péter mögött. Lehet-e tudni, és kell-e, hogy valaki álljon mögötte? Nagyjából lehet tudni, hogy milyen választói réteget, milyen pártokból áramlottak Magyar Péter Tisza pártja felé. Különösen a Mediánnak van a legrészletesebb elemzése, illetve tájékoztatója erről. Tehát ebből lehet tudni, hogy a Tisza párt szavazóinak valamivel több, mint a fele a volt ellenzéki összefogásból, tehát alapvetően a baloldali liberális erőkből származik. Jelentős rész a kutyapárt, még, illetve a Mi Hazánk szavazóinak egy része, és ugye a bizonytalanok, illetve a korábban szavazáson nem résztvevők közül is viszonylag jelentékeny, 17-18% körüli arány áramlott a Tisza párthoz. Ebből az is következik, hogy meglehetősen sokszínű
a Tisza párt szavazótábora, és ezt összetartani különösen hosszabb távon nem lesz könnyű, hiszen hogyha sokszínű egy szavazótábor, akkor ideológiailag, elképzelésileg is sokféle ember csapódik ez a párthoz, és ugye olyan programot, vagy ideológiát, vagy életérzést kell nekik nyújtani, amiben egyetért mondjuk egy Mi Hazánkból kitántorkolt szavazó, egyetért mondjuk egy Momentumos szavazó, egyetért mondjuk egy DK-s vagy MSZP szavazó. Ezt közös nevezőre hozni, és közben a lelkesedést megtartani, nagy politikai ügyességet igényel majd Magyar Péter részéről. Igen, és sokan azt mondják, hogy majd június 9-én derül ki, hogy igazából kik azok, akik ilyen szempontból szavazóként mögött állnak. Én arra céloztam, hogy mindenki találgatja, hogy Gyurcsány Ferenc áll le mögötte, vagy Orbán Viktor, vagy Lázár, és ugye ezt is megkérdezte a Publikus ebben a felmérésben. A megkérdezettek 19%-a azt mondta, hogy Gyurcsány Ferenc van mögötte, 14% Soros Györgyöt mondta, Orbán Viktorra is tippeltek 7%-nyian, és akkor volt, aki Csányi Sándor, Rogán Antal, Pintér Sándor, Lázár János, szóval próbálják azt találgatni, hogy ki az, aki mozgatja Magyar Pétert, és erre vonatkozik a kérdésem, hogy ez, ha van ilyen, kiderül-e valaha, egyrészt B, kell-e, hogy Magyar Péter mögött álljon effektíve valaki? Na most Magyar Péter át akarja harapni Gyurcsány Ferenc torkát, és viszont, mármint politikailag, tehát én nagyon furcsának tartanám, hogyha Gyurcsány állna pont Magyar Péter mögött, nem, hanem egyrészt szavazók, viszont az egy fontos kérdés, hogy honnan van Magyar Péternek ennyi pénze már most. Tehát azért megszervezni több tüntetést, köztük ugye a Kossuth térit április 6-án, aztán most majd egy jó nagyot június 8-án a Hősök terén, színpadtechnika, rendezőgárda és még egyéb költségek, tehát ehhez azért viszonylag sok pénz kell. És az már egy érdekes kérdés, hogy honnan van. Még ugye nem láttuk az elszámolást, bár Magyar Péter saját bevallása szerint vállalkozák időnként ingyen biztosítanak színpadtechnikát. Hát próbálom elhinni, hogy Magyarország tele van olyan önzetlen vállalkozókkal, akik Magyar Péter kedvéért lemondanak egy csomó lehetséges bevételről. Egyelőre nehezen megy nekem ennek a elképzelése, de ha így is van, tegyük fel, biztos vagyok benne, hogy ha Magyar Péter miniszterelnök lesz, akkor majd ezek a vállalkozók kérnek majd cserébe valamit, közbeszerzési lehetőségeket, ahogy azt már sokszor láttuk az elmúlt 33 évben. Akkor ha jól értem, te nem politikai aktorokat látsz mögötte, hanem mondjuk gazdasági szereplőket? Tehát, hát hogy igen, az... igen, természetesen igen. Tehát a jelenlegi ellenzéki pártoknak nem érdeke Magyar Péter felemelkedése, hiszen Magyar Péter alapvetően tőlük vesz el szavazókat. Az ő szavazóik jelentős részét tudta Magyar Péter elcsábítani. Hát így keletkezhetett az a helyzet, hogy a mérvadó közvélemény kutatók szerint 20% körüli, illetve 20% fölé ment már most a Tisza párt támogatottsága, és ez súlyosan érinti az ellenzéki pártok nagy részét, valakit jobban, valakit kevésbé, de például a Momentum végveszélybe kerülhet, amennyiben pont Magyar Péter miatt nem fognak majd bejutni az Európai Parlamentbe június 9-én. No, úgy tűnik, hogy sok a bizonytalanság körülötte abból a szempontból, hogyha külső szemlélőként nézzük, hogy akkor indultunk onnan, hogy nem akar pártot alapítani, nyilván ez még a partizános interjú, amikor berobbant, akkor hangzott el. Azóta pártot alapított, azóta ugye EP listát állított gyakorlatilag össze, aztán volt arról szó, hogy a 7. kerületben támogat valakit, aztán mégsem, aztán egy megyei lista mégsem. Mi lehet ennek a bizonytalanságnak az oka, és ez bizonytalansága, vagy egy ilyen hirtelen jött robbanásnak a normális következménye? Alapvetően utóbbiról van szó, illetve bizonytalanságról. Viccnek is rossz lenne, ha én elmennék politikusnak. Ezt ugye Magyar Péter mondta még az első partizános interjún. Ehhez képest nyakig, sőt búbjáig benne van a magyar politika sűrűjében, mocsarában, kinek hogy tetszik. Figyelembe kell venni, hogy Magyar Péter egy kezdő politikus, tehát a kezdőségnek a
nem kellő profizmusnak azért vannak bizonyos jelenei. Ilyen volt például a megyei listákkal kapcsolatos fordulat, ugyanis ő eredetileg azt mondta, és én már akkor sem értettem, hogy el kíván indulni a megyei közgyűlési szavazáson. Ezt azért nem értettem, mert kiderült, hogy a Tiszapárnak nem volt kellő ideje és energiája átvilágítani alaposan a megyei közgyűlési jelölteket. Tehát nem így szokás, egy profi párt nem úgy csinálja, hogy az utolsó előtti pillanatban kitalálja, hogy jó, akkor indulunk a megyei közgyűlési választásokon, vagy jó, akkor indulunk a budapesti kerületi választásokon. Ezeket meg kell alapozni, és a megyei közgyűléseknél látható volt, hogy ez nem igazán sikerült, úgyhogy ez kisebb taktikai hibának mindenképpen mondható, hogy Magyar Péter kénytelen volt ilyen értelemben visszavonulni, és hát látunk más példát is még a bizonytalanságra, illetve a nem biztos, hogy kellően alátámasztott személyzeti politikára. Az európai parlamenti jelöltek egy részére gondolok, a kormány média egymás után tárta fel az elmúlt napokban, hogy az egyik EP képviselőjelölt a rezsicsökkentést megalapozottnak tartotta, a másik agymosottnak nevezte egy másik bejegyzésben még évekkel ezelőtt a magyar népet, az orosszal egyetemben. Tehát, hogy például illett volna nagyon alaposan annak idején utána nézni, hogy azok a jelöltek anno domini, miket posztoltak, hát Amerikában például mondjuk volt is erről egy film, Küzdelem az elnökségén, hogy ott volt az egyik probléma, hogy Sarah Palin nem volt elég idő kellően átvilágítani, mert gyorsan kellett dönteni, hamar munka ritkán jó, hát ez most bebizonyosodott Magyar Péternél is, tehát hogy például a egyes EP listák kapcsán, az EP lista egyes jelöltjei kapcsán támadási felület van, vagy újabb támadási felület, nem az én tisztem eldönteni ebből mi az igaz, de a környezetéből észrevett a kormány média egy hölgyet, aki állítólag a Tiszapárt gazdasági ügyeit intézés valami penetráns dolgot szedtek össze róla, hogy állítólag 4 évet töltött fegyházban. Na most nem tudom, hogy ez igaz-e, a kormány média eddig nem tudott prezentálni olyan bíróságítéletet, amelyben a hölgy neve konkrétan meg volna említve, és ráadásul érdemes tudni, hogy a kormány média számos helyre igazítási pert vesztett már el. Ezzel együtt azért az jól látható, hogy a kormány oldal igyekszik Magyar Péter környezetét egymás után kilőni, egyik szemét a másik után, egyik rossz vagy rossznak minősíthető vagy kérdéses politikával kapcsolatos nyilatkozatot felhasználni, és hát ugye korábban láthattuk, hogy nagy gőzerővel ment Magyar Péter ellen is a támadás, ugye erről szólt a Varga Judit féle interjú. Magyar Péter úgy tűnik, hogy ezeket úgy reagálja le, hogy ez mind a karaktergyilkosság része. És fel is használja ezeket, kommunikál róla, még úgy is, hogyha mondjuk nem cáfolja tételesen, azért mindig van hozzáfűzni valója. Beszélgettem egy kríziskommunikációs szakértővel, aki mondta, hogy ő nem politológus, úgyhogy kíváncsi leszek a te véleményedre, de szerinte, ami most zajlik, az azt mutatja, hogy Magyar Péter azon kevesek egyike, akit úgy nevez az ő szakmája, hogy teflonarcú, vagyis nem lehet gyakorlatilag karaktergyilkolni őt. Mi lehet ennek az oka? Annyiban óvatosabb lennék, hogy majd igazából a június 9-i választás eredménye mutatja meg, hogy tényleg eredménytelen volt-e valójában a Magyar Péter elleni karaktergyilkosság. Még van szűk egy hónap, még várjuk ki a végét szerintem. Bocsánat, de azt hogy mutatjuk ki egy 3 hónapja még nem létező pártnál, hiszen hogyha 2%-ot ér el, úgy, mint mondjuk sok kis párt, az is eredménynek számít. Tehát az nem biztos, hogy a karaktergyilkosság hatása. De itt azért most arról van szó, hogy Magyar Péter nagyon magasra tette a lécet, és az az igazság, hogy a közvéleménykutatások többsége is. Hát a legtöbben 20% fölött mérik Magyar Péter pártját. Ha például az ilyen kisebb-nagyobb hibák, rossz személyzeti döntések miatt mondjuk 20% alá, vagy 15% alá csökken a párt,
eredménye június 9-én, az már nem lesz azért olyan nagy siker, hiszen ők azt hitték, és joggal, mert a Medián például egy megbízható közeleménykutató cég, hogy akár a 25%-át elérheti, hiszen ez azt jelenteni, hogy a Gyurcsány-féle pártot meg tudná verni Magyar Péter. Na most, hogyha ezen kisebb-nagyobb hibák miatt, amiket én az előbb felsoroltam, illetve karaktergyilkolás miatt Magyar Péter tábora mégis lemegy 20% alá, sőt, annyira lemegy esetleg, hogy Gyurcsány, a Dobrev féle lista mégis meg tudja előzni Magyar Péter, akkor az azért keserédes siker lesz. Tehát persze, bejutnak az Európai Parlamentbe, persze, lehet, hogy lesz mondjuk egy-két-három mandátumuk esetleg, de hát ugye amikor Magyar Péter is lobogtatta azt a közéleménykutatást többször is, hogy a Tisza párt már 25%-on áll, és ha ehhez képest mondjuk csak 13-14%-ot kapna, az kudarc lenne. Nyilván az is benne van a lehetőségek között, hogy Magyar Péter összeszedi magát olyan értelemben, hogy jobban ügyel arra, hogy további ilyen furcsaságok ne derüljenek ki mondjuk az egyes képviselő jelöltjeiről, vagy ilyen értelemben egy picit megfontoltabb lesz a jövőben, de ilyenekre vigyázni kell. Azt biztos jól csinálja viszont, hogy a karaktere elleni bizonyos támadásokat jól vissza tudta fordítani. Én különösen ilyennek tartom az áthúzott nadrágszí plakátokat, illetve reklámokat, vagy például amikor ábrázolták Dobrev Klárával és másokkal együtt, és hát ő ilyen csokornyakkendős politikus volt, és ezzel szokott is poénkolni, hogy egész jó képet készített róla a propaganda, tehát hogy ennyire ügyesen valóban nem tudtak riposztozni az ellenzéki politikusok az elmúlt 14 évben. Tehát azt Magyar Péter jól csinálja, hogy megpróbálja visszafordítani a támadások egy részét, viszont azért abban látok némi problémát, ahogy most egyes EP képviselőjelöltjeiről ez meg az meg amaz derül ki. Még egy példa eszembe jutott, a 10. kerületi polgármester jelöltjéről derült ki, hogy ő egy másfél hónappal ezelőtt még narcisztikus pszichopatának nevezte Magyar Pétert. Most már persze megváltozott a véleménye, csak kérdezem, hogy a csodában nem tűnt fel senkinek a Tisza párt környékén, hogy ilyen embert fogadtak a bizalmukba. Szóval amikor én arról beszélek, hogy azért még a amatőrség, a kezdő politikus gyerekbetegségeik ütköznek, akkor ilyenekre gondolok. Ugyanakkor másfelől meg azt is látom, hogy, és ez is figyelemre méltó, hogy sokan megjelennek Magyar Péter vidéki gyűlésein. Hétfőn például kisebb zalai városokban is pár ezren megjelentek, vagy több százan, Zalaegerszegen meg több ezren. Engem kifejezetten meghökkentett, hogy például Miskolcon Magyar Péter milyen sok embert meg tudott győzni arról, hogy menjen ki a város terére. Ott is több ezen voltak. Lehet, hogy voltak annyian, mint Debrecenben. Tehát azért azt is említsük meg, hogy a Magyarország elmúlt 14 évi történetében, amióta az Orbán rendszer létezik, nem volt olyan ellenzéki politikus, aki ennyi embert utcára tudott volna vezényelni, mint Magyar Péter. Ez nagyon figyelemreméltó, én azt gondolom. Mint ahogy a jobboldali sajtó ezt meg is lovagolja, mert hogyha van egy olyan település, ahol éppen nem ezrek vannak az utcán, akkor azonnal egyébként látható a cikk, hogy már elvesztette az érdeklődést a választók többsége, hiszen például XY településen voltak, amiben láttam ilyen cikket. Ezen a települések egyrészt eleve pár ezres település, vagy 7-8 ezres, de például Zalaszentgróton, ha jól emlékszem, ott is több százal meg tudtak jelenni. Tehát van úgy, hogy 5-6 ezres kisvárosokban is meg tud jelenni, mondjuk 100-150 ember, ami komoly teljesítmény, arról nem is beszélve, hogy az elmúlt 14 évben az ellenzék országos politikusainak valahogy nem nagyon jutott eszükbe, hogy mondjuk a megyei jogú városokon kívül is van élet politikailag, és például el kéne menni 5-10-15 ezres városokba. Ez senkinek nem jutott eszébe, kivéve Magyar Péternek. Tehát én azért most
soroltam a hibáit az előbb, de én tisztában vagyok, hogy ennek az embernek az egy komoly tehetsége is van, és az egy dolog még, hogy sok embert meg tud győzni arról, hogy hallgassák őt meg, de tud lelkesíteni embereket. Tehát azért érdemes megnézni a közönség reakcióit, sokan már együtt szavalják vele szinte a párt egyik jelmondatát, hogy lépésről lépésre, tégláról téglára. Én ilyen nagy lelkesedéssel láttam még az elmúlt 14 évben, hogy ez aztán hány százalékos listás eredményre lesz majd elég, az még azért bizonytalan egy kicsit, mert nagyon turbulens a magyar politika, különböző leleplezések még jöhetnek, és akkor jelzem, akár még Magyar Péter is bevethet egy újabb leleplező dokumentumot vagy hanganyagot. Ő sok héttel ezelőtt ugyan már, de említette, hogy nem csak Varga Judittal kapcsolatban az az egy hang felvétele van. Tehát ez még lehet, hogy Magyar Péter azt mondja, hogy a tegnapi Metropol írás után ő meg fogja találni azt a hangfelvételt, amit ő úgymond nem tudott megtalálni még néhány héttel ezelőtt. Röviden, hogyha elfogadjuk azt, hogy az önkormányzati választás, mert ugye nyilvánvalóan ez is lesz június 9-én, valamilyen szintű felmérője annak, hogy hol tartunk politikailag a nagy országos választáshoz, akkor Magyar Péter számára mi a tétje ennek a mostani választásnak? Magyar Péter számára a választás tétje az, hogy átveszi-e az ellenzék vezető szerepét a Gyurcsány párttól. Tehát, hogy Magyar Péter Tisza pártja több szavazatot tud-e szerezni június 9-én, mint a Dobrev Klára vezette DK-MSZP párbeszéd lista, és az is fontos, hogy ne éppen hogy csak meg tudja verni, hanem nagyjából úgy meg tudja verni, ahogy a Medián egyik legutóbbi felmérése mutatta. A Dobrev féle lista mindössze 9%-on volt, a Magyar Péter féle lista 25%-on volt a biztos szavazók körében. Ha nagyjából ehhez hasonló eredményt Magyar Péter el tud érni, akkor bizony ő lesz az ellenzék vezető ereje, beindulhat innentől kezdve egy utánfutó hatás, tehát azok az ellenzéki szavazók, akik eddig még nem szavaztak Magyar Péterre, látva az, hogy kialakul egy nagyobb erő, elképzelhet, hogy átmennek Magyar Péter pártjához. A Magyar Péter csak egy kicsivel tudja megverni a DK vezette listát, vagy esetleg alul marad a Dobrev-féle listával szemben, akkor viszont a Fidesz célja annyiban megvalósulhat, hogy az ellenzék továbbra is erősen megosztott marad, hiszen a Fidesznek az a jó, hogyha nem tud kialakulni egy domináns erő az ellenzéki oldalon. Tehát van egy ilyen tétje is, és az önkormányzati választás is érdekes, mert ugye a Tisza párt nagyon kevés helyen fog elindulni, csak a fővárosban, és ez azt is jelenti, hogy bár Magyar Péterék az ellenzék vezető erejévé válhatnak, de helyi szinten még a régiek, már a régiek közül a régebbi ellenzéki pártokat értem, még megmaradhatnak helyi szinten vezető pozícióban, tehát akkor is megmaradhat egy ilyen úgynevezett együttélés, csak hogyha országos listán Magyar Péter egyértelműen vezető szerepet tudna szerezni, akkor mondhatja azt, hogy aki kormányváltást akar, a szavazzon rám. Úgy is mondhatom összefoglalóul, hogy ennek a választásnak van olyan tétje, hogy a következő országgyűlési választáson Magyar Péter, Orbán Viktor között kell-e majd választanunk, avagy sem. Nagy Attila Tibor, köszönöm. Köszönöm szépen. We'll be right back.